Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön az edzésterv. Aki látta a Szükséges Lépés című videómat ugye gamer pszichológián belül, akkor mondhatjuk, hogy ez így a második rész, a fizikai megközelítés, hogy hogyan érjük el azt, hogy az agyunk ráálljon arra, hogy hozzászokjunk ahhoz, hogy mindig megtegyük, vagyis hogy mindig megtegyük azt a szükséges lépést, de félreért, ne értsétek, tehát ez nem ezt a rossz szempontra gondolok, hogy ez is szükséges, vagy úristen, meg kell tenni, nem. Hogyan lásd meg azt a helyzetet, hogy mindig hogyan lásd meg azt a helyzetet, ami segíthet abban, hogy felemeld azt a játékélményedet. Hogy ne érezd úgy, hogy kívül maradsz a csatán, hogy neked nem megy ez a játék. Szóval mindig meglásd azt az apró kis egérutat, amivel emelheted a játék élményedet. Nos, a játékról annyit, mostanában ugye Capture the Flag, amit láthatjátok, ugye kijött a Second Strike-kal, vagy Second Assault, fene se tudja már, ugye Battlefield 4 DLC-vel, az első DLC-vel lehet Capture the Flag-et játszani. És akkor úgy döntöttem, hogy leülök egy kicsit játszani, és el is feledtem ennek a játék stílusnak igazából a pörgősségét és a hasznát. Mert akármilyen játékot játszottam eddig, shooterről van szó természetesen, mindig mindegyikben ugye nagyjából volt Capture the Flag, és mindig elmentem egy kicsit játszani. És itt kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, úgyhogy hagyjátok ott a comment szekcióban, hogy szerintetek is a Capture the Flag az a játék, amivel megemelheted jobban az adrenalin szintedet, mint a többi játékkal. Tehát arra gondolok, ugye mész, nálad az zászló, nyílt célpont, tehát az egész ellenfél csapata rá fog menni. Szóval, ha sikerül ugye kimásznod az ellenfél kemper védekező stílusú játékosok szőtte gyűrűből, mikor ellapod a zászlót, az egy dolog, de utána jönnek ugye az üldözők, tehát a Battlefield esetében helikoptertől lavon keresztül jeepen át üldöz téged minden. Utána a következő, a tiszpólótoknál várakozó játékosok vannak, akik megpróbálják tőled úgy szint elvenni a zászlót. Na most azért ez, hogy úgy mondjam, az igen megemeli a játékélményt. Na és ez mivel ugye valamit le kell tenni videót az asztalra, így aztán a célt muszáj játszanom azért, hogy tilás ellopták az anti-RM és lelőnek vele. Ez azért elképesztő. Nos, de én kijavítom a hibáimat. Arra majd megváltjátok később. Na, de a bosszú már készelőben van, tehát a helikoptert is megbosszultam, hogy az előbb lelőtt. A bosszú már készül az anti-RM ellen is. Mégpedig már el is jött ugye itt az ideje. Na, és kicsit visszatérve ugye Capture the Flag-re, ugye elég adrenalin dús játék tud lenni. Most a Battlefield, hogy úgy mondjam, ugye nem érdekel, hogy belehaltam, tudom, nem érdekel, hogy belehaltam, akkor is megvan. Bosszút álltam. Na, ugye a Battlefield alapjáraton egy lassúbb játék, ugye a CODhoz képest, most már a Titanfallhoz képest, akkor Team Fortresshez képest, Cséhez képest, mindenhez képest azért egy lassúbb mentalitású játék. Ugye egyik fő játék mód benne az a Conquest lenne, Conquest Large, és aztán az is volt ugye a fő játék a régebbiekben. Ez később jöttek be az új játékok, és ugye Battlefieldben, mint olyanban van már egy Obliteration, és van már egy Capture the Flag. És ugye Battlefield 3-ban is már ott volt a Capture the Flag. Nos, a lényeg az, hogy ez lenne az a játék, például a Capture the Flag vagy az Obliteration, ami rákényszeríti az agyadat, tehát én úgy vettem észre, tehát miközben játszottam, én is rádöbbentem arra, hogy hú, ezt el is felejtettem. Egyrészt az a mennyiségű adrenalint, amit fel tudsz szabadítani, és a másik az, hogy milyen helyzetekre kényszerít rá a játék, azzal például, hogy nálam van az ászló, milyen helyzetekre kényszerít rá, hogy gyorsan cselekedjek, hogy gyorsan gondolkodjak, hogy be tudjam vinni ezt a bizonyos zászlót, hogy megtanuljak precízebben célozni, hogy megtanuljam az alter útvonalakat, hogy bevigyem a zászlót, mert itt aztán azért pörög, mikor üldöz a fél csapat, és a spawnon elvár a másik csapat, ki kell találd azt az utat, olyan gyorsan kell alkalmazkodnod a helyzetet, hogy ilyen gyorsan csak tudsz. Hogy megfelel a helyzetbe. Ugyanez igaz azért Obliterationre is, amikor mindenki a bombára egyszerre.
és Capture the Flag-nél is, tehát igazából ez az az edzés, ez az a játéktípus, amit érdemes egy kicsit játszani, egyrészt azért, mert felemeli talán az adrenalin szintedet, már akinek ugye, már kivéve annak, aki minden nap ezt játszott, tehát, és itt lenne az egyik lényeg, hogyha mindig ugye egy játék alkalmával magas az adrenalin, és én úgy vagyok, hogy az adrenalin egy bizonyos mértékben jó, de nagy mértékben rossz, mivel ő blokkol. Tehát blokkolja azt, hogy átlezsapálat, blokkolja azt, hogy gyorsan hoz helyzeteket, hogy gyorsan szülessen meg az a bizonyos helyzet. Majd figyeljétek meg, eljövök a zászlóért ezzel a lava. Nem beszélve arra, hogy a legényesebb úton megyek oda, de vissza is egy elég érdekes útvonalat választottam. Értelemszerűen a természet könnyít magán, és egy olyan útvonalat is választottam, de részben az járt a fejemben, nem akarok megint aknára futni, ezért megválasztottam a legelképesztőbb útvonalat, amit meg lehetett választani ezen a bizonyos pályán. És ez az, amit elérhetsz ezzel a bizonyos stílusú játékkal. Szóval sokszor ugye az életben is úgy vagyunk vele az, hogy megoldást találjunk egy helyzetben, egy bizonyos helyzetben, sokszor egy másikba kell keverednünk ahhoz, hogy meglássuk az eredeti helyzetben a potenciát. Úgyhogy én ezt javaslom azoknak, akik úgy érzik, hogy egy kicsit úgy lomhák, egy kicsit úgy kimaradnak a játékból, a csatákból, és valahogy így nélkülük folyik a játék. Nagyon sokszor volt velem is ilyen, és mikor elkezdtem Battlefield-ezni, az csak ilyen volt. Szóval így láttam, hogy az emberek némelyek, hogy úristen, te mennyit ölsz? És Jézusom, te hogy csinálod? Hogy benne vagy így a csatában? És az egész fejem körül csak egy nagy-nagy térkép volt, egy nagy-nagy terület, és nem tudtam mit kezdeni vele. És biztos, hogy benne sokszor van, még mindig vagyok így néha vele, és aki még mindig így van vele, az menjen el egy kicsit Obliteration-re, menjen el egy kicsit Capture the Flag-re, és váljon úgy célponttá. Mert ez az, ami meghatározza majd később azt, ami lépéseket meg fogsz tudni tenni, netán egy lassúbb játékban is, abban is, hogy még jobban kihasználd a helyzeteket. Képzeld el ezt a pörgést, amit egy Capture the Flag-ben tanulsz, képzeld el azért egy Conquest-ben, ahol fele ennyire pörögnek az emberek, neked milyen elképesztő megoldások születhetnek majd. Nos, nagyjából ennyi lett volna. Igen, még az adrenalin annyit ugye jó, hogyha van, és a Capture the Flag azért fog termelni még Battlefieldben is adrenalin, szóval tudom, hogy vannak olyan játék, ahol még jobban kijön ez, de Battlefieldben is tud termelődni adrenalin. Itt ugye mi történt igazából, csak a tankot akartam egy kicsit visszatartani attól, hogy a társaim bevigyék azt a bizonyos zászló, csak már hogy szöget változtasson az a tank, és újra kelljen javítsák. Tehát a különböző helyzetek szülte, hogy belevidd magad a csatába, hogy átéld azt az egész játékot. Na most ez az adrenalin, ezt tud segíteni, de nagy mértékben nem jó, mert ugye blokkolja az agyat a tisztánlátás, a gondolkodás tól. Szóval ja, ennyi lett volna, és minél többet játszol egy ilyen játékot, minél jobban benne vagy, annál lesz kevesebb az adrenalin. Mindig fog születni egy bizonyos mennyiség, de annál kevesebb lesz, és annál tisztában fogsz tudni gondolkodni, és amikor ez így letisztul, kicsillapodik egy idő után, minden helyzetben fogsz tudni hozni egy olyan tiszta, jó megoldást, ami azért kevés játékosnak sikerül, és Battlefieldben azért nagyon arról szól, hogy hogyan tudsz úgy taktikázni, úgy látni a pályát, hogy ahogy más nem, mert akkor igazán magas tud lenni a sikerélményed. Nos, hagyjátok ott kommentben, tetszett ez a videó, tetszett-e a téma, mit gondoltok a témáról, hogy mennyire látom ezt jól, vagy mennyire van igazam. Igazából régebben Call of Duty-ban is, akkor elkezdtem Battlefield-ben is, mindig igyekeztem egy olyan játékra menni, ami a célt kell játszani benne, ezért szerettem meg a Domination Call of Duty-ban például, de Capture the Flag volt az, ahova elmentem egy kicsit keresni adrenalint, hogy felpörgessem az agyamat, hogy jobban tudjak játszani mondjuk a bizonyos kedvenc játékmódomban. És időnként mindig visszajárok, hogy tanuljak valami újat, hogy csináljak valami újat, és kíváncsi vagyok, hogy ti ezzel hogy vagytok, úgyhogy írjátok meg nekem.
És akkor kitárgyaljuk ezeket, hogy aztán meglátjuk, lehet, hogy még születik ilyen videó, ha ott hagytok bizonyos témákat, ugye, hogy ti hogyan látjátok a csatamezőt, akkor, akkor lehet, hogy én is ahhoz hozzá tudok szólni, és mondani egy-két tippet, vagy netán egy nekrovatban ezt megtárgyalni. Nos, köszönöm a figyelmet, Necrocrim, voltam a következő Adrenalin bombáig, Battlefield videóig, Titanfall videóig, vagy Call of Duty videóig, akármilyen videóig. Sziasztok és jó játékot!